A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem. A vonalban itt van velünk Csizmadi Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti és kreatív ipari karának dékánja. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! És arról ugye már volt szó, hogy hogyan lehet megélni művészként, illetve sok érdekesség volt, hogy hogyan lehet érvényesülni a piacon, egyetemen ez hogy tanulható meg. Most egy kicsit a specializációkról beszélgessünk, hogy a művészeti karon milyen új specializációk vannak. Igen, hát a Metropolitan Egyetem azon van, hogy folyamatosan bővítsük a képzéseink számát, és ebben az évben is sikerült akkreditálnunk két új képzést. Az egyik a képi ábrázolás alapképzési szak, és azt gondoltuk, hogy nem elég, hogy így általánosan elindítunk egy új képzést, hanem érdemesen ezeket, vagy ezt a szakot is specializációkra bontani. És teret adunk most már az alkalmazott művészetek mellett egy kicsit az autonóm művészeteknek is azzal, hogy egy festészet specializációt indítunk el például. Persze emellett megjelenik a grafika is, illetve a képregény rajzoló illusztrátor specializáció is. Mindegyik specializációnkon egyébként neves szakmájában elismert művészek fogják oktatni azokat az új alkotó, hallgató társainkat, akik végül is ide fognak jelentkezni a Metura és felvételt nyernek. Munkácsi díjas festőművészekről van szó alapvetően, szinte kivétel nélkül, valamint grafikus művészek, a képzőművészek alkotják azt a tanári gárdát, akik mentorálni fogják az újonnan jövőket. És hogy mondjak még egy új szakot, ami szintén indul, és az előzetes felméréseink alapján nagy népszerűségnek örvendhet. Ez a mozgóképkultúra és média ismeretek alapképzési szak, amin belül szintén három specializációt indítunk. Az egyik a filmkészítő, a másik a filmszínész, és a harmadik a televíziós műsorkészítő specializáció lesz. És hogy mondjak két nevet, akiket már elárulhatok, hogy kik lesznek, akik például, vagy ki lesz az, aki például a filmszínész specializáció képzésbe becsatlakozik. Színészként Szervész Tibor biztos sokaknak mond valamit. Színészként, illetve filmszínészként elég szép referenciával rendelkezik, illetve a tévéműsor készítő specializációnkon pedig Pilla vállalta el, hogy bekapcsolódik a mi képzésünkbe. Úgyhogy nagyon nagy örömmel és várakozással állunk a következő szemeszter kezdete előtt. Hát ezek elég nagy nevek, és azt is akkor megelőlegezi azt a kérdést, hogy ugye az oktatás módszertan az hogy működik, amivel ugye arra készítik fel a hallgatókat, hogy sikeresek legyenek alkotókként. Tehát azért ez egy fontos és aláhúzott része ennek az egésznek. Ez a két úriember neve azért erre jó példa. Így van. Hát tulajdonképpen kidolgoztunk egy úgynevezett My Brand oktatási stratégiát, vagy módszertant, ami azért kifejtésre kell, hogy kerüljön, mert nyilván sokaknak ez a néven túl nem sokat mond. Ennek az alapja tulajdonképpen az, hogy a valódi gyakorlati feladatokon keresztül ismertetjük meg a hallgatóinkat az adott művészeti ágnak az elvárásaival. Tehát tulajdonképpen úgy tanulják meg, hogy már rögtön gyakorolják is, és ennek a legjobb eszköze az, hogyha olyan oktatókat tudunk bevonni, vagy olyan, inkább azt mondom, hogy alkotókat tudunk bevonni a képzésükbe, akik valóban
integráns részei a saját művészeti águknak. Tehát most lefordítva magyarra, nem csak tanítják, hanem csinálják is azt, amiről beszélnek. Így gyakorlatilag napra kész infókat tudunk átadni az új hallgatóinknak. Végülis ez a talán a legeslegfontosabb része a MyBrandnek, és még egy valamit kiemelnék az időrövidsége miatt, de ez fontos. A portfólió alapképzés is ezt jelenti tulajdonképpen, viszont főleg a művészek számára a portfólió egy ilyen kis képes könyvet jelent, főleg az ilyen alkalmazott művészetekben dolgozó kollégák számára, ami ugye gyakorlatilag az elmúlt munkáiknak a képes gyűjteménye. Viszont nálunk a portfólió az nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti, hogy a hallgató vissza tud tekinteni, illetve folyamatosan követni tudja a saját fejlődését az egyetemen, azokat a skilleket, azokat a tudásokat, képességeket, amik ahhoz szükségesek, hogy aztán sikeres művész legyen, folyamatosan csekkolni tudja, hogy hol áll ezeknek a megtanulásában. Természetesen ez egy értékelési módszer, hogyha úgy tetszik, egy önismereti utazáson vesz részt a hallgató, és a saját elvárásait, illetve a megkapott tudásokat tudja folyamatosan egymáshoz viszonyítva gyakorlatilag csekkolni, akár a 3 éves BA képzésbe, tehát alapképzésbe, akár a 2 éves masterképzésbe jelentkezni. Tehát nagyon gyakorlati, gyakorlatorientált ez a dolog. Abszolút gyakorlatorientált, és még egyszer kiemelném azt, hogy az oktatóink nagy része, sőt, mondhatom azt, hogy az összes oktatónknál elvárás az, hogy a szakmáját gyakorolja is. Kiállításokat rendezzenek saját maguknak, vagy vegyenek részt kiállításokon. Építészek házakat tervezzenek, mozgóképes kollégák filmeket rendezzenek, tévéműsorokat. Tehát én azt gondolom, hogy egy hallgatónak ennél jobb lehetősége nem lehet arra, hogy naprakész tudást kapjon. Ha jól láttam, akkor a tanórán kívüli szakmai programok is kiemelt fontosságúak, és itt meg kéne említeni ezt a művészeti meetup sorozatot. Így van. Hát ez a Covid helyzet, amiben most még benne vagyunk, ugye kihívások elé állított mindannyiunkat, így nyilván az oktatást is, és a felvételiket megelőzően a szokásos nyílt napok, illetve mindenféle kiállítások hát nem igazán működtek, úgyhogy kreatív módon kitaláltunk egy úgynevezett meetup sorozatot, amit 4 témakörben hirdettünk meg az érdeklődők körében, divat, mozgókép, grafika és fotó területeken, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 4-5-6 meghívott vendég, illetve egy moderátor segítségével gyakorlatilag egy online beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetés. De akkor ez nem csak a diákok számára van, vagy hanem bárki regisztrálhat, hogy ingyenes ez a dolog, de regisztrációhoz kötött. Ugye van ez a meetup.metropolitan.hu, és akkor itt lehet, nézem egyébként, hogy kik azok, akik meghívottak voltak meg a témákba. Itt a mozgóképnél például Pokornilia, Kapitány Iván, Kapitány Diószegi Judit többek között, vagy pedig a branding divat témában Mihalik Enikő, Kovács Adél, Csalár Bence. Úgyhogy nagyon érdekes előadások lehetnek. Így van, nagyon, nagyon jó kis beszélgető partnereket sikerült rávennünk arra, hogy részt vegyenek ezeken a kis eseményeken. Egyébként az érdeklődők, vagy hát a rádió hallgatók, akik most kedvet kaptak arra, hogy visszahallgassák, hogy visszanézzék az előző 2 már lezajlott ilyen meetupot, fel tudnak menni a meetup.metropolitan.hu oldalra, és ott meg fogják találni a divat, illetve a mozgóképpel kapcsolatosan már lezajlott beszélgetés. Ezek ilyen másfél órás beszélgetések, de ami a mai napon még előttünk van, és egyébként még lehet rá regisztrációval jelentkezni, az a grafika, ahol arról fognak beszélni a kerekasztal beszélgető társai, hogy alkotás vagy alkalmazása a grafika, és Tóth Andrej Farkas Anna, Tábori Simonhoz és Csordás Zoltán lesznek a szakmai vendége, és Winkler Nóra fogja moderálni a beszélgetést, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó kis estének nézünk elé, de ez 6-kor fog kezdődni, és 2 nap múlva a fotó témakörrel fogják folytatni a meetup sorozatot.
Úgyhogy az érdeklődők nyugodtan regisztráljanak és jöjjenek, akár Metus hallgatók akarnak lenni, akár nem, vagy egyszerűen csak érdekli őket a téma. Én azt gondolom, hogy nagyon jó beszélgetések lesznek még ez a kettő is, ami előttünk áll. Biztos vagyok benne, és talán kicsit betekintést is nyerhetnek abból, hogy egyébként mi történik a Metun. Péter, nagyon szépen köszönjük az információkat, izgalmas volt, érdekes volt. Beszélünk majd még arról, hogy hogyan lehet sikeres alkotónak lenni, és egyáltalán milyen ez az egész piac, hogyha lehet így nevezni. További jó munkát, és a mai napra pedig egy 6-tól akkor egy jó beszélgetést. Köszönjük szépen, minden jót kívánok Önöknek. Csizmadi Péterrel beszélgettünk, a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti és kreatívipari karának dékánjával. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem. Hát nem maradt időnk már, csak elbúcsúzni. Köszönjük a sok-sok hozzászólást a mai műsorhoz, és elnézést azoktól, akiknek nem tudtuk a kérdéseit feltenni, vagy a hozzászólásait beolvasni, mert nagyon sok érkezett, és válogatni kellett közülük, úgyhogy a legjobb erőm szerint próbáltam ezt megtenni, vagy tudásom szerint. Úgyhogy András, neked nagyon szép napot! Köszönöm szépen, neked is nagyon szép napot, Endre. Holnap én még jövök a Gede kollégával, megcsinálom a Grand Slam-et a héten, hétfőket, szerdán, és én várom a hallgatókat. Ez a Grand Slam, ez jó. Műsorvezető társa. Úgyhogy érdemes lesz szerintem holnap is felkelni, és a Millás reggelivel tartani reggel, úgyhogy addig pedig mindenki szorgalmasan termelje a GDP-t, hogy legyen pénz az 5000 forintos kamarai tagdíja legalább. Végszólag tökéletes, köszönöm szépen. Már a véget ért ugyan a műszak.